Megérkezett hozzánk vendégünk is, akiről tudjuk, hogy az animáció készítés az élete. Ennek tanítása meg egyenesen a szívügye, de minden mellett zenél és hangszereket is készít. Hátszegi Zsolt, szeretettel köszöntünk. Szia. Megtisztelő, hogy itt lehetek. Sziasztok. Hogyan képzeljünk el téged gyermekként? Ilyen jó fiú voltál, aki csendben ült a sarokban és rajzolgatott, nézte a rajzfilmeket, vagy kerítéseket is másztál, és paritjáztál is? B. Paritjáztam is, és hát nem voltam egy olyan. Nem én voltam a legélesebb kés a fiókban, hogy az angol mondaná, azt hiszem náluk van ez a közmondás. Szerintem az én emlékeimben eléggé rossz gyerek voltam, nem kirívóan rossz, de megértem a pénzem, és hát minden foglalkoztatott. Valahogy azért is voltam rossz tanuló, mert minden érdekelt, hogy valahogy úgy tudom levezetni, hogy egyszerűen nem tudtam 5 percig ugyanarra a dologra figyelni, mert mindig egyébre is kellett, úgyhogy... Igen, hát eléggé aktív voltam. És rajzfilmeket amúgy néztél? Gondolom, hogy gyerekkorodban azért voltak kedvencek. Igen, nyilván. Igen, tehát nyilván néztem rajzfilmeket, akkor még nem tudom, hogy másképp néztem-e, mint mások. Nem mondanám, hogy jobban szerettem bárki másnál a rajzfilmeket. Az később jött, hogy mozgókép, vagy ilyesmi. Uh-huh. Ilyen aktív gyerekként milyen szakmában gondolkodtál akkor? Ha még nem ebben. Hát, annyira nem gondolkodtam szakmában, az egyik első dolog, amit a szüleim is megjegyeztek, hogy én azt mondtam, hogy azt szeretnék lenni, az a szakács volt. Nem az lettem, de szeretek főzni. De egy kicsit hasonlít, nem? Mert ugye a szakácsban is össze kell rakni a dolgokat, itt is meg össze kell rakni bizonyos elemeket, csak más a hozzávaló. Igen, meg a szakácskodással az van, hogy a legrosszabb esetben egy olyan 10 óra alatt csak elkészül a legtöbb étel. Igen. Az animációnál meg a 10 óra talán 1-2 másodperc. Uh-huh. Úgyhogy... Mikor jött el az a pillanat az életedben, amikor komolyan ebben az irányba kezdtél gondolkodni? Hát egy tanáromnak köszönhetem, aki számítógépes képfeldolgozást tanított nekem, és ő mindig az óra elején animációkat mutatott. Én akkor szobrászatot tanultam, és azok a filmek, amiket ő mutatott, rövid filmek voltak, fesztiválfilmek, azok hát nyitottak egyet így a látásomon, és akkor éreztem különösen dedikáltnak magam, hogy akkor e felé akarok tentálódni, de jóval korábban, amikor a háztartásokban az otthoni számítógépek elérhetővé váltak, akkor amikor nekünk is lett számítógépünk, akkor az akkori internettel és hozzáféréssel valamilyen animációs szoftvert sikerült telepítenem, és voltak kísérleteim ilyen 12-3 éves koromban digitálisan. Uh-huh. Hát amúgy annyira színes és szerteágazó amúgy ez a szakma. Neked melyik része fogott meg igazán, vagy melyik áll közel a szívedhez? Beszéltünk akár stílusról, akár technikákról is. Azt hiszem nem tudnék ilyet mondani. Én uh-huh. úgy imádom, ahogy van mindenestől az összes technikát. Annak örvendenék, hogyha analóg technikákat is megfizetnének, abból is lehetne kenyérre valót keresni, de a digitális technikák ugye azok a kellendőbbek. Ennek a hangi része is szívügyem, mert hát szeretem a hangokat is. Úgyhogy nem tudnék kiemelni egy olyan részt, amit jobban szeretnék a többinél. A kreatív, tehát a film tervezése, a kreatív folyamatok, az ötletelés az egy, na jó, akkor talán az lesz az egyén szívügy. Hogyan képzeljünk el egy animációs film, vagy legyen az főcím készítését az alapoktól kezdve? Az ötlet előtt nem érdemes neki fogni, és sokan úgy fognak neki, hogy hagyják, hogy a számítógép irányítsa bizonyos értelemben, kompozíciót befolyásolja, addig nem érdemes neki fogni, amíg nem áll össze egy koncepció, lehet ez tényleg tartalmilag a koncepció, vagy a képalkotási koncepció, hogyha ez össze van állva, pár bénácska vonallal megvan szülve, hogy kb. Így fog kinézni, és mi merről merre megy, akkor utána
jön a megvalósítás és az elemek legyártása, vagy megtervezése számítógépen is, akkor annak majd a meganimálása. Tehát alapjában három ilyen fontosabb acska része van, és van egy negyedik része a hang. Az animációnak, a jó animációnak, a jó mozgóképnek, az összhatásának a 40%-át a jó hang teszi ki. Milyen alkotótársakra van szükség? Rendező, hangtechnikus? Hát egy olyan országban, ahol ez egy bejáratott iparág, ott van mindenből. Tehát szükség van a rendezőre, külön rendezéssel foglalkozó rendezőre is, külön a háttértervezéssel foglalkozó hátteresekre. Egy ilyen régióba, mint a miénk, a legtöbbször kisebb csapatok vannak. Tehát én, amikor dolgozom, akkor leggyakrabban rendező is vagyok, meg hátteres is vagyok, meg animátor is vagyok. A hangot azt nem én, azt szeretem másra bízni, mert ugye egy fenékkel sok lovat nem nagyon lehet megülni, úgyhogy azt már másra bízom, de azt is szívesen csinálná. Akkor amúgy kijelenthetjük, hogy mondjuk nyugathoz képest ez még gyerekcipőben jár talán ez a szakma? Nyugodt lelkismeret. Uh-huh. Tehát azért még van hova fejlődni Erdélyben, akár Romániában is gondolom? Igen. Hát Erdélyben főleg hát vannak jó próbálkozások, de ennek a hagyománya nincs meg. Tehát az a szag, amit nem kell messzire menni, Magyarországon árasztanak a szakmabéliek, azt itt nehéz felvenni. Uh-huh. És te milyen megbízásokat kapsz általában? És ez amúgy ez társul szabadság? Tehát, hogy van szabadságot kibontakoztatni a szárnyaidat? Ó, hát volt egy olyan projektem, amelyiknél kifejezetten szabadok voltunk, ami ritka a szakmában, még külföldön is. Ugyanis az történt, hogy egy intézmény, egy csíkszerelő intézmény megkeresett engem, hogy és a feleségemet, hogy van-e ötletünk, mit tudnánk hozzátenni az ők programjaikhoz, és akkor így elmondták, hogy milyen programjaik vannak, én pedig jöttem, hogy hát oké, van ez az arc, akiről utca van elnevezve, iskola, könyvtár, Kályoni János, és hát nem tudok, csíkszeredai vagyok, de nem tudok eleget róla, és akkor úgy éreztem, hogy ez egy olyan kapaszkodó lehet, vagy ez olyan dolog lehet, amit érdemes kifejteni, és akkor egy filmtervvel mentem, karültve egy társsal, hogy csinálnánk egy filmet Kályoniról, és akkor Kályoni, mondták, hogy hát meggondoljuk, mert azért drágácska, de jó. És néhány hónap múlva nagy meglepetésünkre mondták, hogy meg kéne csinálni ezt a filmet, megérleltük, beleférés jöjjön, és akkor nem mondtak semmi többet. Azt mondták, hogy itt van ez a néni, Erika néni, keresitek meg, ha szakmailag el vagytok akadva, kérdésetek van, de amúgy meg szabad a gazda, és legyártottunk egy filmet, úgyhogy tényleg nem volt semmilyen instrukció, csak mi, Csony Zsombor és Száz Zsolt barátommal készítettük el, és hát az egyetlen jóváhagyás tulajdonképpen a ferences szerzetesektől jött, elmentünk hozzájuk, hogy kérjük az ők áldásukat a filmre, és végignézték, volt egy nagyon idős szerzetes bácsi ott, akinek ez a tartalom nagyon gyors volt, hát megnézte, és mosogatott, igen, de olyan gyors, hát ezt a gyerekeknek csináltuk, elsősorban a fiataloknak nagyon gyors tartalom, de az egy nagyon szabad dolog volt, ritka a szakmában. Egyik kedvenc kollaborációd a Babuka a fűben. Egyszer volt, hol nem volt. Nem is akármikor, hanem éppen a második világháború idején. Volt egyszer egy gyönyörűséges leányzó, Babuka, a dédnagymamám. Egyszer egy szép nap a várandós Babuka nyakába vette a világot, ugyanis szegény férjét az amerikánusok fogságban tartották egy messzi-messzi birodalomban. Így hát elindult Erdély üveghegyein át, Árkombokron keresztül, Ausztria híres országába. Mert akkoriban nagyon-nagyon szerette ő. A Búzási Gyopárnak a filmjéről van szó. Ő megkeresett, hogy hú, hát én csinálnám a diploma filmemet, viszont kéne hozzá egy vezető animátor, egy lead animátor. És akkor elkezdtünk beszélgetni a filmről, és rendszeresen találkoztunk, és nagyon jó, nagyon gyümölcsöző alkotói kollaboráció lett ebből, aminek aztán lett egy ilyen csúcspontja, hogy
akkor, ahol falul éltem, oda hívtam a csapatot, voltak ilyen egyetemista hallgatók, akik még viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeztek, megjelentek nálam a tornácon, és akkor ott eltöltöttünk 5 napot, azt hiszem, amikor kényelmesen borozgattunk, közben gyártottuk az animációt, és félelmetesen jó hangulat volt. Annyira otthonossá vált az az egész környezet, az az alkotói folyamat, hogy akármikor visszasírom, akármelyik projektnél. Ez egy igaz történet? Hát, ahogy a filmben is mondják, tehát vagy megtörtént, vagy nem. Konklúziókat nem lehet levonni, de minden lehetősége megvolt annak, hogy ez a film, így, és az a történet az így megtörtént. Színész volt az, csak úgy kiderült, hogy megkaptam. Burt Lancaster a egyik legnagyobb színész, hogy mi? Hogy egyszer rákérdeztünk, hogy ez akkor úgy így van, ahogy van. Kerestük, hogy volt-e katona. És arra nem emlékszek, hogy mit találtunk, hogy voltunk. De mintha igen. Berohantunk, elővettük a filmlexikon. Tényleg Ausztriában volt katona, és tényleg ő volt. Zsolt, még sok mindenre kíváncsiak vagyunk, úgyhogy nem engedünk el.
Mondjátok el nekem, hogy nektek jelen esetben melyik a kedvenc rajzfilm figurátok? Hú, nekem rengeteg van, de inkább válaszolj te először. Oh. Szoktatok zeneszerzőtől is ilyet kérdezni, melyik a kedvenc zenei műve? Hú. Mondhatsz többet is. Akár gyerekkorodból, tudod, amit szerettél akár, vagy akár most. Hát nekem egy... Süsü volt a kedvencem. Gyerekkoromban. Oké. Nem rossz, én valahogy elfelejtettem Sütüt. Süsüt valahogy elfelejtettem, de ő is jó pofa. Hát van egy, hát modern animációkból, a mostani animációkból vannak kedvenceim. És hát nem, nincsenek hatással rám a diákjaim, nem azért mondom, de Rick és Morty, az szerintem fantasztikusan jó kitalált karakterek, illetve még számomra kedves, nem annyira populáris, de van egy Gravity Falls nevű animációs sorozat, és abban is annyira édi testvérpárt alkottak meg. És ezeket a klasszikusokat amúgy nem szerette senki, mit tudom én, Tom és Jerry, Powerpuff Girls, Dexter's Laboratory, Courage the Cowardly Dog, tehát én most, őszintén mostanában is néha, hogyha nosztalgikus hangulatban vagyok, akkor megnézek egyet, és annyira jól esik, tehát annyira örökérvényűek ezek a történetek. Sőt, volt egy nagyon jó tammese, a Volt egyszer egy élet, nem tudom, láttátok-e. Erre nem emlékszem. Nagyon sok sztoriára visszaemlékszem. Nekem az van, hogy a memóriám nem erősségem. Nagyon szerettem azokat az animációkat, de a frissebb élmények azok, amelyek így, amikor már szakmás szemmel néztem, akkor azok úgy valahogy jobban megmaradtak. Tehát, hogy már azokat első látásra egy teljesen más szemmel néztem, mint akkor gyerekként. Úgyhogy valamiért nekem így ezek jönnének meg a technikai a fejlettségük miatt is ezek az animációk, meg a szereplők. Amúgy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy van amúgy még új sztori, új lehetőség, hiszen információdömpingben vagyunk, tehát ki lehet még újat találni? Akár új történetet, új sztorit, új figurát? Most a diákaim lehet, hogy mondják a képernyő előtt, hogy igen, lehet, és ezt próbálom én is kutatni, hogy még merre van, és akkor kitaláltam én egy játékot, amivel történeteket lehet írni, dobókockával lehet játszani, és akkor nagyon jó pofa dolgok születnek. Van egy olyan csoport, akik megírtak egy elég híres filmet, azért nem mondom el, mert ők még nem látták azt a filmet, és nem akarom lelőni a poént. Megírtak egy nagyon híres filmet, vagyis a szinopszisát, a cselekménynek a lényegét, úgyhogy persze bele lehet ilyenbe futni, de szerintem lehet. Tehát van. Én teljesen naívan azt mondom, hogy na. Amúgy erre a játékra kíváncsi vagyok, úgyhogy majd adás után mindenképpen mondd el nekem. Nagyon lelkesen mesélsz a diákokról. Ki kit motivál? Hú, hát ez elég kölcsönös. Vagyis nagyon kölcsönös. Olyan diákjaim vannak, akik érdeklődőek, tehát nem iratkozik be valaki animációra, aki nem tudja, honnan, melyik oldalról kell megfogni ezt a témát. Hogy akikkel nekem dolgom van, ők elég lelkesek. Mivel hogy havertanár vagyok, ezért kicsit elszalad velük a paci, és nagyon nagyon fel tudnak hangosodni. Akkor visszahúzod egy kicsit a gyeplőt? Hát próbálom, nem mindig van visszaút. De nem tudok elképzelni, hogy rájuk szólsz, hogy fejezd be. Vagy igen, ilyen is tudsz lenni? A kicsikkel lehet, nem a kisebbekkel, még valamennyire jók, hogy megszeppennek 5 másodpercig. Amúgy mikor vagy a legbüszkébb a diákjaidra? Egy folytában. Folyamatos. Ez egy jó pedagógus válasz. Hát nem, igen, én mondom, egy kicsit ilyen naívka fajta vagyok, és nagyon hiszek bennük. Uh-huh. De az jó. És nem tudom, mindegyikre büszke vagyok. Volt, és minden mellett még zenélsz is. Az egy másik szerelem, az a terápia. Az úgy kezdődött, hogy egy papbácsi az ifjaknak ismeretterjesztő programként behívott egy öreget, aki citerát hozott magával, és megmutatta nekünk, hogy milyen a citera. Addig én nem nagyon láttam város gyerek révén. Más hangszeren se játszottál? Nem játszottam semmilyen hangszeren egész addig, és akkor itt a bácsi megmutatta, mindenki kipróbált, és utána azt mondta nekem, hogy nem, nem,
nem akarnék citerázni, nem próbálnám ki, ad egy citerát. És akkor így tanított egy ideig, aztán a népszerűbb hangszereken folytattam, a dobletta nagy szerelmem, úgyhogy én ha színpadképes valamiből volnék, akkor az inkább a dob. De van egy ilyen, hát valamilyen fajta filiám a hangszerekért, nagyon szeretem a hangszereket, mindenfélét, és több hangszernek boldog tulajdonosa vagyok. Fúvós is, meg húros is. Persze örvendenék, ha mindegyiken nagyon jól tudnék játszani, nem marad mindenre idő, de terápiás jelleggel mindig szeretettel fogom meg őket. Olyannyira szeretettem, nem tudom, hogyha te játszottál-e valami hangszerrel. Én is kb. 2 évig citeráztam, aztán abban maradt. Nekem is 2 év volt. Igen. És olyannyira szereted a hangszereket, hogy saját kezüleg készítesz is dobokat. Az a helyzet, hogy mivel hogy én a licibe szobrászatot végeztem, nekem ez a kézzel foghatóság, ez ilyen szívügyem, vagy a fával való foglalkozás az már kisebb gyerekkorom óta így követ. Egy koncert után egy előadó művész kérdeztem meg a hangszerről, amelyiken ült, ez egy ütős hangszer volt, és elmondta, hogy hát ezt ő csinálta is. És akkor is felcsillant a szemem, hogy ja, aha, ezt így lehet csinálni, különben se lett volna lehetőségem, hogy hangszereket csak úgy vásároljak, de én egész nagyon-nagyon sok időt telt el, amíg nekem saját hangszerem lett. De akkor eldöntöttem, hogy készítek magamnak, és akkor készítettem. Szerettem volna másokkal készíteni, bevonni, ne egyedül legyek ebbe a buliba, és akkor megvettem 3 hangszerre való anyagot, 2 társat, azt hittem, hogy szereztem magam mellé, aztán időközben visszaléptek, úgyhogy én elkészítettem 3 ilyen ütős hangszert, ami aztán megtízszereződött, mármint hogy mai napig 30 darabot készítettem, és hát neves hangszerészek kezébe is jutott, hál' Istennek, nem értem, hogy, de megtörtént. És ugye az asztalosság is sem áll távol tőled, ugye, tehát ott van a hangszer, ott van az animációkészítés, ott van a barkácsolás, kiegészítik valahogy ezek a területek ugye egymást? És volt egy jazz zenekarod is, Covid előtt. Mennyi sok van? Hát, megint annak van egy ilyen terápiás jellege, a zenének az improvizáció az megint a zenén belül egy teljesen új szféra, és egy nagyon más az írott zenéhez képest, és az improvizált zene az nekem megint szívügyem. A hangszerrel pedig, vagy meg a fával, az inkább egy az életnek a kézzelfogható része, mert az animáció az többnyire számítógép előtt történik. Tehát az nem, nincs ez a fizikai kontaktus, az, hogy hozzáérsz az anyaghoz, ritkásabban történik ez meg. Az asztalosságban pedig szerintem egy ősidők óta magunkkal hozott energia van, vagy egy ilyen érzés van benne. Tehát amikor a forgács a gyalúban összegyűl, az a rezgés, ahogy átveszi a kéz, az egy szerintem nagyon sajátságos érzés, amit nem lehet összehasonlítani a számítógép előtt ülése, úgyhogy kompenzálja, vagy hogy mondjam, kiegészítik az ember mindenféle szükségleteit szerintem, és az egyik ilyen, a másik olyan szükségletét. Nagyon sokszínű egyéniség vagy. Milyen álmokat dédelgetsz még, melyek megvalósításra várnak? Szeretném, ha viszonylag sok mindent meg tudnék mutatni a fiamnak. Nem várom el, hogy érdekelje, de van egy kisfiam, aki ugye elég nagy a csavart így a történeteken. És ez így nagyon jó, imádom ezt az apaságot. Célom, most úgy vagyok, hogy én ilyen, azt hiszem, nagyon adaptív ember vagyok. Ami szakmai, vagy ami az alkotói énemmel függ össze, inkább nyitott vagyok, mint sem célokat tűzök magam elé. Tehát inkább nevetségesen hangzik, karba tett kézzel várom, hogy
huppanjon az ölönbe az ilyen-olyan dolog. Persze a karba tett kéz az olyan, hogy megyek és beszélgetek emberekkel is, történnek a dolgok, de nincsen különösebb cél. Ha történik a jó, akkor én engedem, hogy történjen. Az animációban sincs egy olyan nagy álmod, milyen lenne megvalósítani egy órás filmet. Akár egy rejtett sztori, esetleg egy titkos sztori, amit még soha senki nem látott, és ott van leírva neked az íróasztalodban. Vannak filmterveim. Most be kell, hogy látnom, hogy annyi mindent nem tudok csinálni. Nagyon jó lenne viszont azon az úton elindulni, hogy egy filmet finanszírozásra bírjak valahogy. Az elképzelhető, hogy távoli, vagy nem lelném benne annyi örömömet. A filmkészítésben igen, valószínű. Úgyhogy a terv megvan, és ha úgy adja a fennvaló, elkészül, ha meg nem, akkor egyszer csak eljön az idő az életemben, amikor le tudok ülni nyugodtan, és azzal foglalkozni, azokkal régóta dédelgetett ötleteimmel, amelyek szerintem képernyőképesek lehetnek. Legyen így, Zsolt, és sok boldogságot kívánunk neked a családdal, és sok sikert a szakmádban. És sok szép alkotást. Köszönöm szépen, mindenkit. Köszönjük.